Ezeket a képeket nézve nehéz elhinni, hogy nemrég még áldatlan állapotok uralkodtak Kisbácsán. Nagyobb esőzések idején több útszakasz is szinte járhatatlanná vált. Ezt a problémát sikerült most megoldani Európai Uniós és önkormányzati segítséggel. Ez egy komplex beruházás. Ennek az egyik részét, ami a csapadékvíz elvezetéshez és közművekhez kapcsolódik, azt finanszírozta az Európai Unió, az összes többit pedig az önkormányzat finanszírozta, azaz az útépítés és a korábban említett járdák és járdaszegélyeknek a kiépítését. Bárány István a terület önkormányzati képviselője elmondta, a mostani fejlesztés az első nagy lépés a csapadékvizek és utak állapotának javításában. Összekötetésbe került ez a terület a kisbácsai keleti víztározóval, ami azt jelenti, hogy a csapadékvizeket nem csak elvezetjük a csőbe, hanem megfelelő helyre juttatjuk, ami a bácsai legelő ebben az esetben, és folytatódhat a program a további utcákkal. A mostani munkák lezárása egyben egy nagyobb projekt végét is jelenti. A kisbácsai vízelvezető rendszer átadásával egy 4 városrészt érintő vízrendezési fejlesztés zárult le.